Az feltámadás és ítélet, és még az élet halálnál tartunk, aztán jön a feltámadás és az ítélet is. Próbáltuk a fogalmakat tisztázni, láttuk, hogy a Biblia kétféle életről beszél, a testnek az életéről, amely ideig való, és az Isten életéről, ami pedig örökké való, és ugyan így kétféle halál van bibliai értelemben, az egyik a testnek a halála, amikor a test elkezdi funkcionálni, és ilyen módon a lélek és a szellem, ami az embernek a nem anyagi és örökké való halhatatlan része, hajléktalanná válik kvázi. És ilyenkor az ember lelke és szellem által alkotott egység, ugye ez a belső ember, ez vagy a mennybe, vagy pedig a pokolba kerül, és ott várja a feltámadást. Hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ugye a bibliai értelemben az ember áll először is ugye egy szellemből, ez az Isten szelleme az emberben, ez minden életnek a forrása. És itt van az embernek az a bizonyos belső embere, és kocka alakúra rajzoltam, de ez nem azt jelenti, hogy kocka alakú is, vagy hogy ez a számítástechnikusok lelke volna. És tudjuk, hogy ez is valójában ugye két részből áll, az egyik az, amit léleknek hívunk, a másik az, amit szellemnek, emberi szellemnek mondunk. Hát ez tulajdonképpen a személyiségünk. Ez az én. Tehát amikor a Bibliában, vagy saját magunk is mondjuk, hogy én, akkor nem a testünkre gondolunk, hanem arra, aki testben lakozik, és aztán van egy anyagi test. És ugye olvastuk, hogy amikor a test elhasználódik, és nem képes többé funkcionálni, akkor a test visszaadatik a pornak, amelyből vétetett, a szellem is visszakerül Istenhez, aki adta azt, és itt ez a belső ember, az emberi szellemből és lélekből álló személyiség, egyéniség, az én, ez pedig vagy a mennybe kerül, és akkor fel is írom, hogy a menny, vagy pedig a pokolba. És beszéltünk arról is, hogy ez nem a végső ítéletnek a helye, és a halál nem is jelent egyből ítéletet, sőt a halál után nem következik ítélet, hanem mi dönti el, hogy az ember, ez a belső ember, ez hova kerül, a mennybe vagy a pokolba. Az, hogy még a testben élt, addig hova tartozott. Tehát már most a testben az emberek vagy a mennyhez tartoznak, vagy a pokolhoz tartoznak, vagy oda való a lelkük, vagy pedig oda lefelé való a lelkük. Ugye a megváltás abban hozott változást, hogy amikor hogy az ember, ugye amikor először megszületik, akkor testről születik. Mondtuk, hogy miért is mondjuk azt, hogy testről születik az ember, ugye természetes úton módon, mert Isten kimondta az igét, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és ezért anyag találkozik anyaggal, és ez hozza létre a testi életet. Azonban az új élet, az újjászületés, az nem az anyagnak az anyaggal való találkozásából jön létre, hanem szellemnek a szellemmel való találkozásából, hiszen az az igéből születik, és nem is csak egyszerűen a beszélt igéből, a betűből, hanem a szellemből, abból az igéből, amely ugye hittel hangzik el, kimegy és hittel találkozik, hitből hitbe, ebből az igéből jön létre az új teremtés, és ezért ami testről született, test az, ami szellemtől született, szellem az. Ez az új teremtés, ez rendelkezik azzal a képességgel, van egy új szív, egy új belső embert kap az újjászületésben az ember, és ez az új belső ember, ez egy új egyéniséggel, egy új személyiséggel rendelkezik. Ugye láttuk a múltkor a gazdag ember és a szegény Lázár történetében, hogy ez a belső ember, az egyszerűség kedvéért most hívjuk így, ez őrzi az ember személyiségének a jegyeit. Tehát tulajdonképpen ez a belső ember, ez felismerhető, ez a belső ember emlékszik, ez a belső embernek öntudata van, ugye a testből való távozása után is, tehát a testi halálának a beállta után is, tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy hol van, tisztában van a saját helyzetével, és felismeri, ugye öntudata van, tehát tudja, hogy ő kicsoda, és felismer más hasonló állapotban levő lényeket is. Ugye Ábrahámot a gazdag tudta, hogy ő a gazdag, a Lázár tudta, hogy ő a Lázár, a gazdag tudta, hogy Lázár a Lázár, és a Lázár is tudta, hogy az a gazdag, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy önmagánál van. És ezért nagyon fontos tehát látni, hogy ez a belső ember, ez őrzi tulajdonképpen az egész életünknek a lenyomatát. Nem a test, meg az agytekervények tárolják az emlékeinket, meg
a jellemünket, meg a karakterünket, meg az életünknek a lenyomatát, hanem a lelkünk. És a dolognak ez a lényege, hogy a szellem felül is éri a lelkünket valamilyen hatás, a test felül is éri a lelkünket valamilyen hatás, és ez a belső emberben tárolódnak tulajdonképpen ezek a dolgok. Ezeknek a hatásoknak az eredményeképpen a belső emberünk lesz valamilyen. A szellem is küzd a belső emberért, a test is küzd a belső emberért, és tudjuk, hogy a test, és ez alatt most nem a fizikai testet értjük, hanem azt, amit a Biblia testi természetnek hív, a test és a szellem ezek összeegyeztetlen, ezek küzdenek, harcolnak egymásért, tulajdonképpen azért, hogy ezt a bizonyos belső embert, az ént, a szellem is a maga oldalára akarja állítani, és a test is a maga alá akarja gyűrni. De ha a test gyűri maga alá az embert, az az embernek egy megalázott állapota, egy, hát hogy mondjam, elállatiasodott állapota, hiszen a lélek magasabb rendű, mint a testi ösztönök, mint a fizikai ösztönök. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, együnk ígyünk holnap úgyis meghalunk, ösztönlények vagyunk, típusú állapotot eredményez, ami méltatlan a lélekhez, mert a lélek magasabb rendű, mint a test. A lélek viszont, ha a szellem pártjára áll, akkor hát megfeszíti kvázi a testet, és ez lesz tulajdonképpen a szellemi ember. És ezért a belső embernek van gazdagsága. Ugye van egy híres evangéliumi történetünk arról az emberről, akinek igen komoly aratásban volt része, és utána azt mondta, lebontom a régi tárházaimat, csüreimet, újakat építek, megtöltöm gabonával, és aztán azt mondom, én lelkem dúsan vigadoz, mert gazdag vagy. És utána azt mondják ugye ennek a gazdag embernek, hogy bolond vagy, mert ha mai éjszaka elkérik tőled a lelked, akkor mivé lesz az a gazdagság? De miről szól a történet, hogy ez az ember miben tévedett, hogy az a gazdagság, ami a csüreiben van, az nem a lelkének a gazdagság. Úgy is fejeződik be a példázat, hogy így jár mindenki, aki nem Isten szerint gazdag, vagy szó szerintem Istenben gazdag. Tehát tulajdonképpen az, hogy gazdag vagy szegény, az a lelkednek a tartalmát jelenti, a lelkednek a tartalmára vonatkozik, és azt szerint leszel gazdag vagy szegény, hogy mi írt erre a belső emberedre. Ha a szellem írt erre a belső emberedre, akkor ezek a jó lelkiismeretet, igaz hittel, szeretettel élsz, akkor a belső embered elváltozik. Amikor a testnek engedünk, akkor a testi cselekedetek is valamilyenné tesznek bennünket. Ezért a cselekedetek nem mellékesek, csak nem ez adja az Istennel való kapcsolatunknak az alapját. A cselekedeteink tesznek bennünket valamilyenné. És ha folyamatosan gonosz dolgokat cselekszünk, akkor mi magunk is gonosz emberré válunk. Mondok egy példát, hogy a legtöbb emberben vannak bizonyos erkölcsi gátlások, hogy dolgokat elkövessen. Tehát mikor valaki életében először lop, akkor át kell lépjen egy ösztönös erkölcsi gátat. Vagy mit tudom én, van bennünk egy erkölcsi gátlás, hogy kimegyünk mesztelenül az utcára. De ha ezt minden nap megcsináljuk, akkor valószínűleg bizonyos idő elteltével ezek a gátlások feloldódnak bennünk. Hogy minden emberben van normális körülményekben egy gátlás, hogy elpusztítson egy életet. Akár csak egy, mint a leveli békájét, vagy bármi egyebet. Tehát van bennünk valahol egy ösztönös gátlás. De amikor valaki ezt elkezdi átlépni, akkor ezek a gátlások átszakadnak, mert válik valamilyen nép. Ugye ilyen esetben mi azt mondjuk, hogy gátlástalanná válik, de válik valamilyen, de mi válik valamilyen, nem a teste változik meg, hanem milyen? A lelke, a belső személyisége válik valamilyen. Most, ami Krisztust követjük, és a szellem ösztönzéseinek engedünk, akkor milyenné válik a belső emberünk? Krisztusivá, ugye ki ábrázolódik bennünk a Krisztus. Ha pedig a testnek a kívánságait követjük, akkor miért halunk meg? Mert a belső emberünk torzul el, és veszti el egyre inkább az Isten képviségét, és kire fog a belső ember hasonlítani? Az ördögre. Igaz? Adolf Hitler lelke kire hasonlít? Krisztusra, vagy az ördögre? Az ördögre. Igaz? És ugye vannak ilyen ördögi emberek, mint amilyen ő is volt, mert ő képes volt, ő a saját lelkiismeretében már egy megbélyegzett ember volt, és képes volt mások lelkiismeretét is felszabadítani. Ugye van egy film a Hitler végnapjairól, azt sokszor szokták az interneten ilyen bóckodásra használni, hogy feliratozzák magyarul a szöveget, ez már mindenféle verzióban terjed az interneten. Hol ezzel, hol azzal, mindenki pártállása és vérvésérlete szerint. És hát abban van egy ilyen jelenet, amikor Hitlernek lepotyog, hogy vesze van a háború, meg mit tudom én micsoda, és mindenki ott dühöng, örjön, kiküldi az embereket, és csak a belső bizalmasainak örjön, a többiek az ajtó előtt hallgatják, hogy örjön a Führer, de mindenki számára világos, hogy a Führernek is leesett, hogy vége van, nincs tovább.
De hogy kidühöngi magát, megint behívja az embereket, és mintha mi sem történt volna, ugyanúgy tervezi tovább a háborút, hogy mihova menjen, ki mit csináljon, és akkor miután látják ugye a csatlósai, hogy hát Hitlernek lepotyogott, hogy vége van, ez értelmetlen vérontás, akkor az egyik megmer szólalni, és azt mondja, hogy hát kár volna a fiatal német katonáknak értelmetlenül kioltani az életét. Mire a Hitler felnéz, és azt mondja, arra valók a fiatal német katonák, hogy a Führerért meghaljanak. És kész. Tehát az a fajta erkölcsi gátlás, ami a többiek meg már benne van, ő benne nem volt benne, és egy mondattal simán felszabadította a többiek lelkiismeret. De nem, erre való, és kész. Nem probléma. Tehát ez egy ilyen ember az ördög képét és hasonlatosságát hordozza. Mi célunk természetesen az, és azért követjük az Urat, és azért járunk az Urral, hogy mi pedig Krisztust akarjuk felöltözni, és Krisztus képét akarjuk hordozni. Ennek nagy jelentősége van, ezért kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg, mert a belső ember gazdagsága dönti el, hogy szegények vagy gazdagok leszünk az eljövendő világban. És az eljövendő világban nem aranyjal, meg ezüsttel, meg ilyen dolgokkal határozza meg a helyünket, az eljövendő világban elfoglalt helyünket, hanem nem más, mint a lelkünknek a gazdagsága. Minél jobban hasonlítunk Krisztusra, annál közelebb leszünk a, mondom így, a trónhoz. Hát ez nehéz földi fogalmakkal ezeket a dolgokat kifejezni, de van különbség. Vannak, akik olyanok lesznek, mintha egy szál a tűzből menekültek volna meg egy szál pendelybe, és lesznek olyanok, akik gazdagon adatik a bemenetel az Istennek az országába. Igen, lesznek különbségek ilyen módon az eljövendő világban, de ez a különbség szigorúan az emberi jellemével és karakterével lesz összefüggésben, nem a születésével, vagy társadalmi státuszával, vagy nem tudom micsodával. Teljes összhangban lesz az embernek az eljövendő világban elfoglalt helye a karakterével, a jellemével, a képességeivel. Mindig a legméltóbb és a legalkalmasabb lesz azon a helyen, amire ő méltó és amire ő alkalmas. A dolog így működik. Ma kicsit össze-vissza vannak a dolgok, ugye nem biztos, hogy aki a legmagasabb polcon van, az a legméltóbb és a legalkalmasabb. Ez összekeveredik most a Földön a bűn miatt, és amiatt, hogy ez a világi gonoszságban veszteget. Ez volna kívánatos, és itt a Földön is azt mondja az írás, hogy ha az igazak emeltetnek fel, akkor öröm van a városban, vagy az országban, ha pedig a gonoszok emelkednek fel, akkor elrejti magát mindenki, és csönd honol, ugye Edvárd király, angol király, amelyre ment, ugye a síri csend vette őt körül. Na jó. Tehát a belső ember az, ami megmarad, látjuk, hogy a belső embernek tehát van öntudata, és mindaz, amit az életünk során teszünk, valamilyen módon nyomot hagy ebben a belső emberben, és ennek a belső embernek vannak emlékei, és ami nagyon fontos, ennek a belső embernek van jelleme. És ezért ez a jellem tulajdonképpen a mi igazi gazdagságunk. Tehát az, hogy mennyire jellemes emberek vagyunk a krisztusi jellem értelmében, ez tulajdonképpen a valódi gazdagság, ami nem vétethetik el tőlünk. Ez egy belső tulajdonság. Minden mást el lehet venni, minden mást, ami a lelkünkön kívül van, el lehet venni, de ezt nem veheti el tőlünk senki. Azért az ördög bepróbálkozik, igaz? Mert amikor megpróbál bennünket, vagy megfenyeget bennünket, vagy megrémít bennünket, akkor valójában mitől akar megfosztani? Nem az arany meg az ezüst érdekli őt, hanem micsoda? Az, hogy az igazi fosztogatást ott végzi el, amikor megalkuszunk, gyávák vagyunk, meghátrálunk, hogy az írás azt mondja, hogy Istennek a lelke, érdekes módon Istennek is van lelke, már Isten szellem, de most ezt ne fogosztjuk tovább, az Isten lelke nem gyönyörködik azokban, akik meghátrálnak, hanem kikben gyönyörködik, akik hitben győznek. Ugye a győzteseknek ígér mindenfélét a jelenések könyvében is Jézus. Akik a hitnek a szép és nemes harcát megharcolják, azok nyerik el az életnek a koszorúját. Tehát a hitén igenis folyik egy küzdelem, hogy a fejünkben is vannak magaslatok, amik a hit ellen törnek, és a lelkünkben is vannak olyan tulajdonságok és vonások, amik a hit ellen vannak, és ezért kell a szívünket megtisztítani, az elménket pedig megújítani. Ugye ez egy fontos feladata minden hívő embernek, és a cél az, hogy ez a belső ember nőjön fel, hatalmat vegyen ez az új teremtés, ábrázolódjon egyre jobban ki, és végül, amikor
majd eljön annak az ideje, a feltámadáskor ez a belső ember öltözi fel magára a testet. És ez nagyon fontos tudni, hogy mivel ez a testünk, ez a mi halálnak a teste, vagy halálra ítélt test, ez a testünk, ugye az anyag találkozik anyaggal, és ezért ez anyagi természetű. De az új testet, amit magunkra fogunk ölteni, azt a Biblia szellemi természetűnek mondja. Miért? Mert nem anyagból nő ki, hanem szellem találkozik szellemmel. Az új testetnek a miensége itt van kódolva a belső emberekben. Az új testet a belső embered szerint lesz. Teljes összhangban lesz az új külsőd a belsőddel. Semmit nem rejtetsz el, mindenki tudni és látni fogja, hogy ki vagy. Minden leplezetlen lesz abban az értelemben, hogy teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy aki külsőre jól néz ki, az azért néz ki jól, mert belül is nemes és értékes jellemvonásai vannak, aki meg kicsit szegényes, az belül is olyan, amilyen. Tehát az igazi gazdagság és az igazi küzdelem, az igazi kincs, az nem a mammon, nem az arany, az ezüst, nem azok a dolgok, amiket a rozsda meg a moly elintézhet, vagy amit ellophat egy tolvaj, hanem ezeket tőled nem tudják ellopni. Tehát fizikai erőszakkal, most úgy értem, kívülről nem lehet ellopni. Egy módon lehet ellopni, hát hogyha te bedőlsz a hazugságnak, és megengeded, hogy ezeket a dolgokat támadja meg az ördög. Amikor Pétert megrostálja a sátán, akkor Jézus mit mond? Imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Igaz? Mi volt az igazi nagy tétje a történetnek? Az, hogy Péter meg tud állni utána a hitben, vagy pedig nem is. Jézus azt mondja, hogy el fogsz bukni, de meg fogsz térni, és miután megtérsz, támasza leszel, vigasztalója leszel a többieknek. Tehát átmegy ezen a bukásnak és a megtérésnek ezen a tapasztalatán, és utána Jézus azt mondja neki, hogy na most már legeltetheted a nyájamat, na most már őrizheted a juhaimat. Miért? Mert valami összetört benne, ami alkalmatlanná tette őt tulajdonképpen a pásztorlásra, és valami újra felépült benne, ami meg alkalmassá tette őt a pásztorlásra. Ugye Pál is azt mondja, hogy az erőtlenségben gyönyörködöm, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És az én erőm, mondja Isten, az erőtlenség által végeztetik el. Na jó, tehát így néz ki a dolog. Most a belső ember állapotát tekintve, ugye három állapotot különböztetünk meg. Az első az az anyagi test. Akkor a belső ember az anyagi testben van. Aztán eljön a fizikai halálnak a pillanata, amikor hát egy ilyen átmeneti állapotban van ugye a test, vagy a belső ember. Ez a belső ember átmeneti állapota. Miért? Mert várja a feltámadást. És utána az örök állapota az embernek pedig az lesz, amikor ugye halhatatlan egyellel halhatatlan testben lesz. Jó, tehát ez a három állapota van a belső embernek. Először is egy anyagi testben lakozik, utána, miután az ugye az anyagi test újból porrá lesz, tehát meghal az ember, akkor egy átmeneti állapotba kerül, láttuk, vagy a mennybe, vagy a pokolba, és utána pedig a feltámadás után halhatatlan testben lesz, ez minden emberre érvényes. Viszont azt is tudjuk, hogy ebben a halhatatlan testben is kétféle állapota lesz az embereknek. Az egyik, ugye az eljövendő világnak az örökösei, ők egy üdvözült állapotban lesznek, a mások pedig, akik a gyernában végzik, ami a második halál, ugye, ők pedig azok, akik kárt vallanak, tehát akik kárhozottak. Rabok voltunk mostanáig kárhozottak. Na, tisztázod még egyszer a fogalmakat. És szeretném, ha meg is néznénk néhány igét, itt kiirogattam őket, akik ilyen kütyűvel rendelkeznek, azok most előnyben lesznek, mert nem akarnám oda-vissza végig lapozni őket, nagyon sok időt vesz igénybe. De fontos volna tisztázni a dolgokat. Ugye az első fogalompár az a Sheol Hades, ugye Sheol a héber szó, a Hades a görög szó. És
ez tulajdonképpen ugye a halottak országa. Ezt írja a Biblia úgy is, hogy halottak, hogy írja úgy is, hogy az árnyak birodalma. És ami érdekes ebben a történetben az, hogy ilyeténképpen a Hádész és a Seol mind az igazak, mind a hamisak számára, igazak gonoszok, egyaránt ugye a Seolba készülődtek az Ószövetség idején. A másik általános megalapítás a Seolról és a Hádészról el lehet mondani, hogy ez mindig lefelé van. Tehát ahányszor a Biblia utal rá, hogy merre van, az mindig lent van. Nézzük akkor néhány igét. Összesen 64-szer fordul elő a Seol az Ószövetségben, és ilyen igéink vannak például. A Jób 7.9 azt mondja, felhő eltűnik és elmegy, így, aki leszáll a Seolba, nem jön fel többé. Hova mit csinál a Seollal? Nem fölfelé száll, hanem lefelé. Tehát a Seol lent van, és van egy fontos kitétel, hogy nem jön fel többé. Példabeszédek 15-24. Azt mondja, az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzon a Seoltól, amely aláfelé van. Az élet útja fölfelé van, a Seol pedig lefelé. Most megint fontos tisztázni, hogy a Bibliában az irányok másképpen vannak, mint a fizikai világban az irányok. Mondtuk ugye, hogy ami fölfelé van, az mit jelent Istenhez? Közelebb, ami lefelé van, az pedig Istentől távolabb. Hát most rajzolgattunk itt is valamelyik összejövetel után. Ez a földgolyó, ugye a föld mélyébe teszi az alvilágot, a holtak világát a Biblia. Tehát tulajdonképpen a Földről nézve a holtak világa, bárhol áll is valaki a Föld golyó, mindig lefelé van, igaz? A menny meg mindig felfelé van. De ebben az értelemben itt a szellemi dimenzió, a szellemi irány fontosabb. Felfelé mindig azt jelenti Istenhez közelebb, lefelé mindig azt jelenti, hogy Istentől távolabb. Na jó. Az első előfordulása a Seolnak a Mózes első könyvében szerepel, Jákobról van szó, 37. rész 35. verse azt mondja, felkeltek pedig az ő fiai és minden leányai, hogy vigasztalják Jákobot, de nem akart vigasztalódni, hanem azt mondta, sírva megyek fiamhoz a Seolba, és siratá Józsefet az ő atya. Ugye József meghal, és Jákob gyászol, és azt mondja, hogy a fiam után megyek a Seolba. Hova készült Jákob? Nem a mennybe, hanem a Seolba, amiről megállapítottuk, hogy az lefelé van. És mit feltételezett a halott Józsefről, hogy a Seolban fog Józseffel találkozni. Ezek igaz emberek voltak? Igaz emberek voltak. Hova készültek? Lefelé. Ugye erről láttuk, hogy az új szövetségben ebben nagy változás van, mert az új szövetségi szentek nem lefelé készülődtek, hanem fölfelé. Valaminek történnie kellett ugye ebben a történetben. Jó, 1 Mózes 42-38, lényegében ugyanerről van szó, mikor Benyámint el akarják vinni, akkor azt mondja Jákob, nem megy le oda Egyiptomba az én fiam ti veletek, mert az ő bátyja meghalt, és ő maga maradt meg. A veszedelem érni őt azon az úton, amelyen elmentek, ő szemet búva borítva bocsájtanátok le a Seolba. Hát itt is ugye lebocsájtanák a Seolba. Azt mondja Jób 14-13. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engem addig, amíg elmúlik a haragod, határt vetnél nekem, azután megemlékeznél rólam. Ugye itt a holtak országának van fordítva, az eredeti héber kifejezés továbbra is a Seol. Ezt elolvastuk ezt az igét, emlékeztek rá, hogy itt Jób elmélkedik azon, hogy most ebben a nyomorult állapotában miféle reménysége lehetne neki, és azon gondolkodik, hogy hát tulajdonképpen, hogyha meghal, és utána valami dicsőséges dologra támad föl, akkor még mindig lehetne reménysége neki. De tudhatja-e, hogy feltámadáskor vajon Isten a kárhozottak közé, vagy az üdvözültek közé fogja őt lökni, mert Isten ennyire haragszik rá, hogy őt így megverte, és így megdorgálta, akkor micsoda reménysége lehetne akár a halálba is, hiszen nem tudja, hogy mire fog föltámadni. Hogy ez az érvelésének a lényege.
Ugye a híres 16. Zsoltár 10. verse, ugye a Messiásról mondja, mert nem hagyod lelkem a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Kiről van itt szó? Nem kisebb cadikról, igaz emberről, mint magáról, a cadikok királyáról, az igazak királyáról, a názareti Jézusról. És hol van az ő lelke? Hol volt az ő lelke? Seolban, ugye Seol adta vissza az ő lelkét. Az Apcsai 2-ben Péter idézi ugye ezt a Zsoltárt, és aztán később is idézik az apostolok, és itt a Seolt egyszerűen görögre átfordítják Hádészra. Tehát tulajdonképpen a Seol meg a Hádész egy és ugyanaz, és azt látjuk, hogy mind az igazak, mind a gonoszok a Seolba, illetve a Hádész készültek, legalábbis az Ószövetségben. Nézzük néhány példát arra, talán még egyet, ugye Jónás 2-3 azt mondja, Jónás nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem, és a Seol torkából sikoltottam fel, és meghallotta az én beszédemet. Jó. Most ha ugye ezek igazak voltak mind, akikről eddig beszéltünk, most nézzük, mit mond az írás a gonoszokról. A 4 Mózes 16.30. Következőt mondja, ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, ugye Kóréról van szó, Kóré lázadásával a pusztában, ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a Föld megnyitja az ő száját, és elnyeri őket, és mindazt, ami az övék, és elevenem szállnak alá a Seolba, akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat. Itt Kóréról van szó, ugye, akik elevenem szállnak az ítéletnek a helyére, de ők is hova szállnak? A Seolban, ugyanúgy, mint az igazak. Tehát megállapíthatjuk, mint igazak, mint oroszak, Seolban tartottak az Ószövetségbe. Jób 24.19. Szárasság és hőség nyeri el a hóvizét, és a Seol azokat, akik vétkeznek. Tehát ki nyeri el azokat, akik vétkeznek? A Seol. Tehát nem csak az igazak, hanem a gonoszok is a Seolba tartanak. Zsoltár 9.18. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Megint kikről van szó? Istentelenekről, gonoszokról van szó. Hova jutnak? Seolba jutnak. 49. Zsoltár 15. Mint juhok, a Seolra mentetnek, a halál legelteti őket, az igazak uralkodnak rajtuk reggel. Ajkukat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól. Csak Isten válthatja ki a lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Ugye ez is egy messiási zsoltár. Itt is, ugye kikről van szó? Gonoszokról van szó, akiket a halál legeltet a Seolban. Oké. Példabeszélek 5-5. Ugye az idegen asszonyról van szó, aki megpróbálja elcsábítani a gyanútlan ifjút. Az ő lábai, az idegen asszony lábai a halálra mennek, ugye a parázna léptei a Seolba törekszenek. Aztán példabeszélek 7.27, szintén a parázna asszonyról. Sírba vívő út az ő háza, amely levisz a Seol hajlékaiba. Kikről van megint szó? Istentelenekről, akik eltévejednek, nekik is mi a végállomás? A Seol. Na jó, még egyet a prófétáktól, Ezékiel 32.21. Azt mondja, szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a sír közepéből, együtt az ő segítőivel, alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek, mint fegyverrel megölöttek. Ugye Egyiptomról van szó, és Egyiptom segítségének a hiába valóságáról, és hogy Egyiptom hadserege fog úgy járni, hogy a halottakhoz fog leszállni a Seolba. Tehát itt megint olyanokról van szó, akik nem ismerik az Istent. Oké, na tehát ezek az igék világosan mutatják, hogy a Seol az, ami mindent halottat elnyel, ugye azt mondja az írás, hogy a Seol és a tűz azok, amit meg nem elégítetnek sohasem, hogy soha nem laknak jól, soha nem mondják azt, hogy most már nem bírok többet elemészteni. Rendben. Van egy érdekesség is, van több igény, most kettőt mondanék én, mutatnék én meg, az egyik az 5 Mózes 32-22, ami ugye így szól, tűz lobban fel Haramonban, és lehol a Seol fenekéig, és megemészti a föld gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Itt valójában nem az van a Seol fenekéig, ez már egy ilyen költői átfordítás, hanem szó szerint az van, hogy a legmélyebb Seolig. És innen van az az elképzelés, hogy a Seolnak bugyrai vannak, vagy rétegei vannak, és van ugye a legmélyebb része, meg van kevésbé mély része. Van egy hasonló ige,
mégpedig a 86. Zsoltár 13. verse azt mondja, mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad a lelkemet a pokol legmélyéből, vagy a legmélyebb pokolból, ugye Seholból. És ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk ahhoz a részig, hogy az Ószövetség is használ egy másik kifejezést a voltak birodalmába, és az úgy hívja, hogy Abaddon. Abaddon. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a jelenések könyvében ez felbukkan egyszer, és a görög meghatározása is megvan, mégpedig ez az apulion. Azt hiszem két ellen írják helyesen. És ez tulajdonképpen a pusztulás helye, vagy pusztítás helye. Ez lényegesen kevesebbszer fordul elő, mint a Seol, de tulajdonképpen ez a Seolnak az a része, ahol, ami a pusztulásnak a helye, ami ugye pusztulás, szenvedés, börtön. Tehát, míg az Ószövetségben az igazak is a Seolba mentek, tehát lefelé készültek és nem felfelé, ellentétben az Ószövetséggel, addig azt látjuk, hogy ami igazán, tulajdonképpen amit igazán mi pokol alatt értünk, az valóban létezik a Seolon belül, tulajdonképpen a Seolnak az alsó rétegei, az Abaddon, ami a pusztulás, a szenvedés helye, a börtönnek a helye. No tehát, akkor összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy az Ószövetség idején, tehát a holtak lelkei, ugye a halhatatlan része az embernek, akár igaz, akár hamis, a Seolba ment, de a Seolnak volt egy alsó része, ez a bizonyos Abaddon, ami tulajdonképpen a pokol. Most azért fontos ezeket a kifejezéseket tisztázni, mert általában köznyelvileg pokol alatt az egészet értjük. De a halottak világának, tehát van egy-két része, ugye ezt mondtuk is, hogy a Biblia úgy hív, hogy Ábrahám kebele. Hát az Ószövetségben mind igazak, mind hamisak, a föld alá készültek, és ha Seolról megnézzük az igéket, akkor ilyeneket mondanak róla, hogy hogy a Seolban az emberek nem dicsérik Istent. A Seolban az emberek nem elmélkednek Istenről. A Seolban nincs öröm. A Seolban nincs újongás. A Seolban egy ilyen árnyékszerű lét van, még az igazak számára is. Sokkal jobb az élőknek a földjén lenni, mint a Seolban lenni. Az Ószövetségi szentek sóhajtozásaiból, a zsoltárokból és az összes többiből azt látjuk, hogy a Seol ilyen szempontból, még az Ábrahám kebelét is beleértve, nem volt kívánatos hely. Kívánatosabb volt testben élni, mint a Seolban lenni. Még az igazaknak is. Az Ószövetség viszont éppen fordítva beszél ezekről a dolgokról, majd ott is mindjárt megnézzük az igéket, de talán egy-két ilyen abbadonos igét is mutassak nektek. Hát a Jób könyvében van talán a legtöbb. Jób 26.6 azt mondja, az alvilág mezítelen előtte és eltakaratlan a holtak országa. Itt a Seol és a Abaddon van ugye a gondolatrímben párban, tehát a Seol mezítelen előtte és eltakaratlan az Abaddon. Aztán a 28-22 azt mondja, a pokol és a halál, a Seol, illetve a halál és az Abaddon ezt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel, mármint a bölcsességnek. Aztán a Jób 31-12 azt mondja, hogy ha most elárulnám Istent, akkor Isten haragra gerjedne, és azt mondja, tűz volna ez, amely az Abaddonig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiírtaná. Tehát az Isten haragjának az ítélete, ugye Jóbot egészen az Abaddonig űzné a halottak országában, a halottak világában. Aztán, ugye a 88. Zsoltár, az egy ilyen igen szomorúságos Zsoltár, és például ott olvasok a 11.-12. versekben, beszélik-e a sírban a te kegyelmedet és hűségedet a pusztulás helyén? Na ez a pusztulás helye, ott a héber eredetiben megint az Abaddon.
És jól van fordítva, mert valóban szólnak ez a jelentése a pusztulásnak a helye. A Jelenések könyvében is ugye azt olvassuk, hogy a mélységből, ugye a mélység útját megnyitja egy angyal, és a mélységből előjönnek ilyen sáskaszerű lények, amik az embereket gyötrik, és azoknak van egy fejedelmük, ez a bizonyos Abaddon vagy Apulion, ami azt jelenti, hogy vesztő, hát talán helyesebb volna úgy fordítani, hogy a hóhér, tehát azért jön, hogy az embereket gyötörje, az embereket kínozza. Oké. No, aztán ilyenek vannak példabeszédek 15-11. A Seol és a pokol az Úr előtt vannak, az Abaddon, mennyivel inkább az emberek szíve. Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, az ember szemei meg nem elégednek. Itt is a sír és az Abaddon van. Hát talán akkor még egyet ide az Abaddon Apulion. Ide írhatjuk azt is, hogy sír. Valóban egy külön szó van erre. A hívetben és az Új Szövetség is használja ezt. Tehát tulajdonképpen az Abaddon, a sír az ugyanaz. És hát ez a köznyelvi értelemben meg pokol. Jó. No. Mink van még? Van még egy hely az alsó világban. Ezt pedig ugye úgy hívtuk, hogy mélység. És hát erre is két kifejezés van, az egyik az abysz. Nagyon sírjam át, írom magyarul, abyszos, másik a tartalosz. Ez a tartalosz kifejezés, ez csak egyszer fordul elő, az abyszos az többször az Új Szövetségben, mélységet jelent. És különbség van a pokol és a mélység között. Mégpedig abban az értelemben, hogy beszéltünk is róla, hogy amikor a mélység előfordul, akkor a mélységben sosem emberek vannak, hanem a mélységben mindig szellemi lények vannak. Mégpedig angyalok vagy démonok, a szellemek. Tehát nem testi lények, hanem szellemi lények. Börtöne vagy tömlöce ez, de a leghíresebb történetünk a Gadarénushoz kötődik, ahol a démonok azt kérték, a Gadarénus démonok, hogy ne küld bennünket a mélységből. Ugye beszéltünk arra, hogy innen a mélységből jön fel ez az Apulion, és vele együtt ugye a tisztátalan lényeknek a raja kétféle hadsereget is leírott a Jelenések könyvek, és itt Joel prófétához visszanyúlva, amikor a mélységről van szó. Aztán például az ezer éves királyság úgy kezdődik el, hogy jön egy erős angyal, egy nagy lánccal, megkötözi a sátánt ezer esztendőre, és bezárja hova? Nem a Hádészba, hanem a mélységbe zárja be, és ott kell lennie ezer esztendeig. És a másik, amit látunk a mélységgel kapcsolatban, hogy ez a mélység is egy ideiglenes hely. Hiszen a mélységbe bezárnak, kiengednek. Bemennek, kijönnek. De sohasem emberek, hanem mindig gonosz szellemek, tisztátalan szellemek. Oké. Van ez a bizonyos tartalosz, ez egy esetben fordul elő, és akkor az ige arról beszél, hogy az özönvízkor azok az angyalok, akik elhagyták a helyüket, és összekeveredtek az emberekkel, ezeknek az angyaloknak a tömlöce a tartalosz, és abban különbözik ebből a bizonyos abiszosztól, mélységtől, hogy ez viszont egy állandó hely. Tehát ott azt olvassuk, hogy a sötétség láncain, az örök ítéletig tartja ott Isten ezeket az angyalokat fogva. Tehát ellentétben, itt mondom itt az előzetessel, nem lehet kibe járkálni, hanem aki ott van, az már az ott van, és már csak az ítéletkor fog onnan kiszabadulni. Ha meg lesz az ítélet, akkor mindenki egy helyen csoportosul, ezt pedig úgy hívjuk, hogy egy ehen nap, ugye? Na. Ugye ez örök lesz, és emberek plusz szellemi lények együtt lesznek benne, nincsenek többet elkülönülve, és ugye ez már a feltámadás után, tehát testben lesznek ott. A gyernára használt másik kifejezés a Bibliában, ez a kénkővel égő tüzes szurok mocsár, ugye
a tűznek a tava, gyakran így tűztava. És hát most erről is lehetne sokat beszélni, hogy hogy keveredik ide, de a gehenna kifejezés az tulajdonképpen egy héber szóból jön, a Hinnomból, ami azt jelenti, hogy Hinnom völgye. Ez a Hinnom völgye egy konkrét földrajzi hely Jeruzsálem mellett, és a Hinnom völgye arról volt nevezetes, hogy a Hinnom volt a jebuzaosoknak az a királyi dinasztiája, akik azelőtt éltek Jeruzsálemben, mielőtt Dávid elfoglalta volna a várost, és Izrael fővárosává tette volna. Ugye ott kánaanita népek éltek, laktak, és az ottani királyi dinasztiát hívták Hinnom dinasztiának, és nekik volt egy utálatos szokásuk, hogy ebben a völgyben az elsőszülött gyermeküket elemeren elégették. És ez egy nagyon felháborító és utálatos szokás volt az Isten népe számára, és az Úr ugye több rendben magából kikelve ostorozza ezt a barbár szokást, és megtiltja Izraelnek, hogy bármi köze legyen ilyesmihez. És tulajdonképpen ez a Hinnom fiainak a völgye az a hely, ahol a pogányok, a kánaaniták a gyerekeiket elégették az ördögnek. És innen veszi a képet Jeremiás próféta, és Jeremiás prófétától veszi át tulajdonképpen Jézus. És a legtöbb előfordulás, amikor a gehenna szó, mint ilyen előkeveredik, ez bizony Jézus tanításából származik. Tehát nem kisebb tekintély, mint Jézus maga beszélt a gehennáról, mint az örök büntetésnek a helyéről. Ez tehát tulajdonképpen a végállomás, ezt hívja a Biblia úgy, hogy a második halál. Oké. És akkor beszéltünk a jó hírről is, hogy az új szövetségben alapvető változás van, hiszen a gonoszok továbbra is lefelé mennek, a nem igazak, ugye? Az igazak pedig fölfelé indulnak el, és az Úrhoz készülnek. Az új szövetség is szentek, mint ugye úgy beszéltek, hogy Istenhez készülnek. Hoztuk példának István vértanút, ugye, aki nem azt mondta, hogy és most Uram, lemegyek a Seholba, és ott várok, míg fel nem támadok, és akkor majd milyen jó lesz, hanem azt mondta István vértanú, hogy Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet. Érdekes azt mondja, hogy a szellememet. Igen. Aztán ugye a Filippi levelet idéztük, ahol Pál a börtönből ír, ahol az ítéletre várt, és akkor latolgatta az esélyeket, hogy most kiszabadulok, vagy a halálos ítéletben lesz részem, és mikor ezt latolgatja, ugye azt üzeni a Filippieknek börtönből, hogy örüljenek alapvetően, tehát hogy ne szomorkodjanak, hanem örüljenek. És utána, amikor latolgatja a dolgot, akkor azt mondja, hogy nem is tudom, mi a jobb. Tulajdonképpen kétfelé vagyok szakadva ebben a kérdésben. Hogy mi lenne a jobb? Meghalni, és az Úrral lenni. És azt mondja, ez lenne a jobb. Vagy pedig ebben a testben maradni, hogy használhassak nektek. És azt mondja, hát még úgy érzem, hogy van feladatom, még van küldetésem, hogy benneteket egy kicsit beszélgesselek, ezért úgy hiszem, hogy az lesz az ítélet, hogy visszaadatom nektek, és egyrészt meghallgattatnak a ti imáitok, másrészt pedig hát még van dolgok veletek. A harmadik ilyen fontos igehely, az a, és ezt olvasjuk most el, az a második korintusi levélnek ez a bizonyos ötödik része. De tulajdonképpen már a negyedikben elkezdődik a tanítás, de hát aztán utána fontos dolgok itt az ötödik részben vannak. Én olvasom a negyedik rész tizedik versét. Minden időben testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít. Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal napról napra újul.
Tehát látjátok, a külső ember elhasználódik, de a belső ember nem használódik el, hanem képes a folyamatos újulásra. Ugye mondtuk, hogy tulajdonképpen a halál az azért áll be, mert nem képes a test megújulni. Amíg meg tudja újítani magát, addig él, amíg nem képes megújítani, elveszti a megújulásra való képességét, akkor megöregszik és végül meghal. Ez a belső emberen nem történik meg. A belső embernek ez a csodája, hogy bármikor képes megújulni, napról napra képes megújulni. Tehát még az idő vasfoga, ugye hangosan csámcsogva, megrágja a külső emberünket, addig a belső emberünk folyamatosan gazdagodik. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És jön ugye a tanítás a feltámadásról, mert tudjuk, hogyha a mi földi sátorházunk, ugye ez a mostani anyagi testünk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Most itt a kézzel csinált alatt mit ért, hogy nem ebből a világból való, nem anyagi természetű, hanem szellemi természetű mennyei. Azért is sóhajtozunk ebben, a földi testünkben, mert fel akarjuk öltözni a mennyei hajlékunkat. Tehát igazán nem szeretnénk kiköltözni, hanem azt szeretnénk, hogy ez a földi változzon el, ráhúzzuk, fölhúzzuk rá a mennyeit. Ugye, és lesznek olyan szerencsések, vagy szerencsétlenek, még ezt nem tudjuk pontosan, mert ugye az se lesz egy egyszerű nemzedék, akik megélik az elragadtatást, bizonyos szempontból szerencsések lesznek, mert ugye nem élik meg a kiköltözést, de ők, róluk azt mondja az írás, hogy ők, az ő testük ugye nem porlan el, hanem elváltozik, átváltozik. Tehát mi is erre vágyunk, tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy ez a halandó testünk változzon át. Ha ugyan felöltözötten is mezítelenek nem találtatunk. Hát mit akar mondani, hogy felöltözünk magunkra a mennyei testet, tehát feltámadunk, és mégis mezítelennek találtatunk. Hát ez nagyon ciki. Mikor találtathatunk mezítelennek? Hát az a bizonyos lelki gazdagság, ugye az lelki malac persejben nem sikerült nagyon semmit se gyűjtögetni. Az sovány malac persej lesz. Mert akik e sátorban, tehát a földi testben vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén, tehát terhünkre van a test. Mivel hogy nem kívánunk levetkőztetni, tehát a lélek nem kívánja azt, hogy kiköltözzön a testből. Mert az a lélek számára olyan, mint levesztelenedni. Mi se szeretünk levesztelenedni, a lélek se szeret levesztelenedni. Ugye ez az élet ösztön. Hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az. Tehát ez nem tőlünk függ, hanem Isten ezt véghez fogja vinni. Tehát ez nem nekünk kell ügyesnek lenni, hogy ez megtörténjen, hanem ezt Isten meg fogja cselekedni, meg fogja tenni. Aki a szellem zálogát is adta nekünk. Tehát honnan tudhatjuk, hogy Isten ezt meg fogja tenni? Onnan, hogy adott nekünk zálogot. És ez a zálog nem más, mint a Szent Szellem. Azért, mivel, hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy ebben a testben lakván távol vagyunk az Úrtól. És miért is vagyunk távol az Úrtól? A következő mondat megmondja, mert hitben járunk, nem látásban. Mit akar ezzel mondani? Mi okozza a távolságot? Mi az, ami a lelkünkre állandó ingert, benyomást gyakorol? A testi érzékszerveink, igaz? És a világ, ami a fülünkön, szemünkön, szánkon, mindenfélén keresztül a testünk vagy a lelkünket ostromolja a testi érzékelésen keresztül, az mit mond nekünk? Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, igaz? Az nem Istenről tanít bennünket. Az nem Istenhez visz bennünket közelebb. Éppen ellenkezőleg, mi annak ellenére hiszünk Istenben, amit látunk. De mi van? Hittünk, és azért szóltunk, és azért hiszünk, mert valamit látunk, ami egyébként nem látható a testi ember számára, a testi érzékszervek számára. Hitben járunk, és nem látásban. Majd lesz fordítva is, amikor hitben is járunk, meg látásban is járunk. Miért? Mert meg fogjuk látni őt színről színre. És amikor meglátjuk őt színről színre, az mit eredményez, hogy elváltozunk pontosan. Bizodalmunk pedig van. Ezért inkább szeretnénk kiköltözni ebből a testből, és elköltözni az Úrhoz. Na hát ilyet egyetlen ószövetségi szent sem mondott, igaz? Azt mondta, hogy inkább még egy kicsi haladékot szeretnék e testben.
De az újszövetségi szentek teljes bizodalommal voltak Istenhez. Miért? Mert ha az újszövetséget megnézed, akkor azt látjuk, hogy az újszövetségben, vagy az újszövetség szerint elköltözött emberekre mi várt? Tehát ezt is az Úrral voltak, ami mindennél jobb. Aztán mi várt rájuk? A vigasztalás várt rájuk. Hát még test nem, mert ugye a feltámadást meg kell várni. Tehát vigasztalás, vigasztalódtak, igaz? Tehát azt olvassuk, hogy vigasztalódtak. Krisztus maga legelteti őket, ugye itt mondja a próféta, nincs gyász, nincs halál, nincs fájdalom, nincs könyv. Hát most van a lelkünknek ilyenje? Hát sajna időként ebben részünk van, de ott semmi ilyenben nincs része az emberek lelkének. Tehát sokkal jobb a testen kívüli állapot, mint a testben levő állapot az új szövetség óta, és nyilván azok számára, akik újjászülettek. Azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, népi kedvesek legyünk. Tehát tulajdonképpen mi az élet célja a hívőnek? Hogy Istennek tetsző életet éljen. Tehát amíg a testben vagyunk, mi igyekszünk? Hogy Istennek tetszünk. És miután majd testen kívül leszünk, akkor mi fogunk igyekezni? Hogy Istennek tetszünk. De tulajdonképpen ezek a versek nem pontosan ezt jelentik, bár ez a fordítás ezt sugallja, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk, akár éljünk, akár halljunk, Istennek tetsző módon akarjuk ezt tenni, tehát mind az életünkkel úgy akarunk élni, hogy az Istennek tetszen, de meghalni is úgy akarunk, hogy az Istennek tetszen. Úgy akarunk élni, hogy az Isten dicsőítse, de úgy is akarunk meghalni, hogy az is Isten dicsőítse, bármi módja is lesz annak, hogy hogyan is költözünk ki ebből a testből. Jó, tehát igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, nekünk kedvesek legyünk, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát melyik testben? E testben. Ugye a Biblia azért beszél a nyugalom meg a pihenés helyéről az elköltözöttekkel kapcsolatban, már akik ugye az Úrban költöztek el, mert ott megszűnnek a tettektől, megszűnnek a cselekedetektől. Mivel testen kívüli állapot van, nem cselekszenek, nem tesznek sem jót, sem rosszat, nem tesznek semmit, hanem nyugszanak. Mert hogy nincs, mivel tenni, mert nincs testük, ugye egy testen kívüli állapotban vannak. És akkor itt megint elérkezünk egy nagyon fontos részhez, és biztos, de lapozunk egy picit az Ószövetséghez, példabeszédekhez. Ugyanis, hát szintén, hogy a keresztény tradícióban hát van egy nagy félreértés, ami részben ugye tévtanításon nyugszik, részben pedig merő jó indulatból időnként felmelegítik az emberek számára. Nevezetesen az a hiedelem, hogy az elköltözött emberek lelke vagy velük lakik, vagy visszajár, vagy valamilyen módon megidézhető, vagy ugye, hogyha pozitívabb módon, hogy akkor néz bennünket a mennyből valaki, ugye Isten szeme mindent lát, és az elköltözött szenteki is alapon működik. A Biblia ennek határozottan ellent van. Először is van egy nagyon világos tiltás, ami a Biblián végig valul. Mindenfajta halott idézés, halottal való érintkezés, halottaknak szólingatása, halottakkal való beszélgetés, ez szigorúan tilalmas kategóriába tartozik a Bibliába. Az írás azt mondja, hogy ezek utálatos dolgok. Tehát, hogyha valaki halottat akar idézni, vagy idéztetni, halottal akar beszélgetni, elköltözött emberhez beszél, vagy egy elköltözött ember beszél hozzá, ő úgy véli, ezek mind okkult jelenségek, mind démonikus jelenségek, semmi közük nincs a halotthoz, hanem ezek gonosz szellemeknek a csalásai, gonosz szellemeknek a szemfényvesztései. És amikor elmegy valaki a puttoki halottlátó asszonyhoz, és akkor ott a puttoki halottlátó asszony megidézi az ő elköltözött férjét, akkor ő nem az elköltözött férjel beszél, hanem kivel beszél? Egy csaló, gonosz, hazug, tisztátalan szellemmel, és azt mondja az írás, hogy aki ilyet tesz, a saját magát is utálatossá teszi az Isten előtt. Tehát minden ilyenfajta tett, cselekedet utálatos lesz. Tehát tulajdonképpen, hát ha másképp akarom fordítani a szót, akkor azt jelenti, hogy gusztustalan. Gusztustalannál lesz. Gusztustalan dolgot csinál. És Isten undorodva fordul el minden ilyen tettől és minden ilyen cselekedettől. És ezért ez egyfelől szigorúan tilalmas. Tehát a Biblia világossá teszi azt, hogy
Nekünk a halott emberekkel való kapcsolatot keresni nem szabad, nem is kell, de nem is szabad. Ez bűn. Isten ellen való vétek. Ha Istennek tetsző életet akarsz élni, akkor ezeket a dolgokat ne csináld. Amikor Saul vissza felidézi Sáuelt, akkor följön Sáuel ellen, jól gondolom? Nem. Igen. Itt van egy nagyon érdekes kérdés, hogy Saul ugye megidézteti Sáuelt, mikor Isten nem válaszol neki. De azért lássuk meg, hogy mikor Sámuel megjelenik, hogy ez a vita van, hogy Sámuel jelent meg, vagy nem Sámuel, hogy van-e a halott idézőknek tényleg hatalmuk a halottakat megidézni a Seolból, vagy ez is csak tulajdonképpen egyfajta ilyen ördögi praktika, egy ördögi történet, és egy hazug, egy csaló szellem az, ami ilyenkor bejelentkezik. Nem tudjuk, a szövegből nem lehet egyértelműen ellenni. A szöveg azt mondja, hogy Sámuel az, aki megjelenik. És nem utal rá egy pillanatig sem, hogy Sámuel nevében valami más szellem jelenne meg. Tehát elfogadja, hogy Sámuel az, úgyhogy én is elfogadom, hogy Sámuel az. Minden esetre Sámuel reakciója ott nagyon világos. Egyrészt azt mondja, hogy mit háborba cengem, tehát zaklatásnak tekintette azt, ami történik. Másrészt, ugye Saul mondja, hogy hát az Isten nem felel nekem, mire Sámuel az, hogy hát az Isten nem válaszol neked, hogy mit akarsz te halottaktól? Hát gondolod, hogy akkor a halottak tudnak rajtad segíteni, ha az élő Isten már nem áll szóba veled? És akkor Saul megkérdezi, hogy mi lesz a csata kimenetele, és ugye Sámuel azt mondta, hogy te is, meg a fiaid is ott lesznek, ahol én vagyok, tehát meg fogsz halni magyarul, ugye ezt mondta neki Sámuel. Tehát ez valóban egy ilyen érdekes történet, és nagy vita van a tanult emberek között, hogy Sámuel é az, vagy pedig a Sámuel nevében bejelentkező ilyen szellem. Ugyanis most megint bűvészkedni kellene, meg nyelvészkedni. A Biblia alapvetően ugye ismer egy olyan fajta, tehát háromfajta tisztátalan szellemet különböztet meg az Ószövetség, négyet. Ugye az egyik a sedimek, meg a sáírok, amik ilyen testi szellemek, tulajdonképpen ennek a sáír az a kecskebaknak is a szava. Többek között ugye Szeír talán ismerős, a szőrös hegy, ami Ézsauról kapta a nevét. Tehát ez egy ilyen, ugye pán, vagy hát talán jobban ismerik a latin változatát, a szatír kifejezés. Tehát ezek a durva, közönséges, állatias, testi bűnöknek a démonai, a hedonizmusnak a démonai. Aztán vannak a szofisztikáltabb gonosz szellemek, ezeket Indulinak mondja a Biblia, ezek a jövendőmondással, az információ szerzéssel és adással kapcsolatos történetek. És vannak az úgynevezett áv szellemek, ami az atya szóból származik, tehát ugyanúgy az abba, ugye AB csak ÁV-nak ejtik, és hát itt mondják familiáris szellemnek, meg az ősök szellemének, meg minden efélének. Tehát ezek azok, amik hát tulajdonképpen a halottakkal, vagy az elköltözöttekkel, vagy a már nem élőkkel, a régen élőkkel kapcsolatos csaló szellem, és minden alkalommal, amikor ilyen a halálnak a megidézése, meg halottaktól tudakozó, meg jövendőmondó ének vannak, akkor ezek az ávok jönnek elő. Tehát a vita arról folyik, hogy ez most Sámuel maga volt, tényleg Sámuel elköltözött lelke volt, ami ott megjelent, vagy pedig egy ilyen áv, egy ilyen tisztátalan szellem volt az, ami ott bejelentkezett, nem könnyű eldönteni. Mondom, mivel az írásot azt mondja, hogy Sámuel volt, én elfogadom, hogy Sámuel volt, de hát mondjuk, hogy ez egy alapvetően azért egy nyitott kérdés. Viszont emlékeztetnének benneteket a Jób 14-re, ahol Jób azt mondja, hogy hát miféle vigasztalásom lehetne, hiszen hogyha a halálban menekülök, vagy a halálban leszek, akkor nem fogok tudni arról, hogy az utódaim szerencsések lesznek-e, vagy nem. Mert az lehetne egy reménységem, hogy nekem rosszul megy, de aztán az utódaim sorsa jobbra fordul, és akkor én ott a halálban látom, hogy milyen jól megy nekik, és akkor végül is azért valami kis jó érzés, mégiscsak valami kis reménységem lehetne, hogy hát nem önmagamért szenvedek, vagy a semmiért szenvedek, hanem az utódaimért szenvedek, a leszármazottaimért szenvedek. De jó azt mondja, hogy hát semmi ilyen nincs, hát egyszerűen nem fogom tudni, hogy akik utána érnek, azok milyenek lesznek. Ugyanerről beszél a Prédikátor könyve is végig, hogy hát lesz egy okos király, aki gyűjtöget vagyonra, honnan tudja, hogy a leszármazottjai megbecsülik-e az ő erőfeszítéseit, és nem teszik-e semmivé az egészet. És szintén itt a Prédikátor könyvében van tulajdonképpen egy érdekes rész, ami ugye itt a 13. verstől, Prédikátor 9.13-tól olvasom, és fordítva magamat, láttam a nap alatt, hogy nem a gyors, aki a futás, nem az erős, aki a viadal, és nem a bölcs, aki a kenyér,
és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség, a népszerűség mondanánk ma, hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek. Tehát van olyan idő, amikor ez úgy megy, és a történet szerint ez aztán véletlenszerűen. Tehát nem lehet kimutatni, hogy az igaznak mindig jól megy a dolga, a bölcs lesz mindig népszerű és kedves az emberek előtt. Nem lehet azt mondani, hogy az okosok azok mindig jól járnak, az ostobák meg mindig rosszul járnak, hogy az igazak azok mindig jó szerencsések lesznek, a gonoszok meg mindig megbűnhődnek. Azt mondja Salamon, hogy kutattam, de azt láttam, hogy hát vannak időszakok, vannak, amikor mindenkinek rossz. Jó, vagy gonosz, vagy ilyen, vagy olyan. A babiloni fogság idején, amikor jöttek a babiloniak, megostromolták a várost, mindenkinek rossz volt. Az igazaknak is rossz volt. Ők is éheztek, nyomorogtak, vannak ilyen idő. Másrészt meg, hogy az egyik így, a másik úgy, magából az emberi sorsból nem lehet ez kimutatni. Nem lehet azt mondani, hogy ennek az embernek jól megy a sorsa, tehát igaz. Hogy ennek az embernek sok baja van, és sok nyavajok ország érte őt, tehát biztosan gonosz, vagy biztosan bűn van az életében. Tudjuk azt, hogy van, hogy vett az ember valamit, és ezt le is kell aratnia, tehát hogy az a jólét, vagy az a gazdagság, vagy az a siker, vagy az akármi, a jó dolog, ami az életében van, az annak az eredménye, hogy ő szorgalmasan, kitartóan, stb. Csinálhat. Ilyen is van. És azt is tudjuk, hogy valaki vétkezik, és bűnös, és annak megvan a büntetés, és akkor tudjuk, hogy hát igen, ez annak a következménye, amit ő tett, amit ő elkövetett. De azt, hogy a Salamon így generál azt mondani, hogy ennek az embernek a sorsa az ilyen lesz, annak a sorsa meg olyan lesz, ezt nem lehet. Na hát ez egy nagy hiába valóság, ugye ez, ha az ember azt mondja, hogy hát csak ez a földi élet van, és a földi élet meg ilyen esetleges, hát akkor ez nagy keserűséggel tölti el az embert. Nem is tudja az ember az ő idejét, már azt, hogy meddig fog élni. Ugye, tehát úgy vagyunk vele, hogy egyikünk sem tudja, hogy mennyi van, 10 nap, 10 év, 10 perc. Nem tudjuk. Mert be tudnánk osztani, tehát hogyha tudnánk, hogy 55 évünk van, vagy 102 évünk van, vagy 22, akkor tudnánk beosztani. Most ugye, mert már rövid az idő, és akkor sietni kell bizonyos dolgokkal. Szóval, mint a halak, melyek megfogadnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogadnak a törben, miképpen ezek azonképpen megfogadnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor eljön rájuk hirtelenséggel. És azt mondja, ezt is bölcsességnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt. Tudnék, hogy egy kicsi város volt, abban kevés ember volt, és eljött az ellen egy hatalmas király, körülvette, nagy erősségeket építetett, és találtatott abban egy szegény ember, aki bölcs volt, és bölcsességével a város megszabadította. De aztán senki sem emlékezett arról a szegény emberről. Ugye Józsefről is olvassuk, megszabadította Egyiptomot, aztán támadt egy olyan fáraó, aki már semmire nem emlékezett az egész történetből. Ez is hiába valóság. Jó, igen, de nem ezt kerestem. Ja, igen, bocsánat, kicsit előrébb van. A negyedik vers, 9. rész, 4. verse. Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon szerencséje van az igaznak és a gonosznak, jónak, tisztának, tisztátalannak, mindannak, aki áldozik, mind aki nem áldozik, úgy jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek, úgy, mint aki féli az esküvést. Tehát ha csak a földi életet nézzük, akkor nem lehet azt mondani, hogy mindig a jó mindig elnyeri jutalmát, a gonosz mindig megbűnhődik a gonoszság helyett. Mind az ég alatt való dolgokban e gonosz van, hogy mindeneknek egyenlő szerencséjük van, és az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, elméjükben minden bolondság van, míg élnek, azután pedig elmennek a halálba, halottak közé. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. És itt a kulcs igém, amit szeretném, ha megjegyeznétek, ez egy szép közmondás, ismerjük magyarul is, mert jobb az élő ebb, hogy nem a meghalt oroszlán. És ez mit jelent? Jobb az élő kutya, jobb egy vakarcs kutya, amelyik él, mint ha van egy oroszlán, amelyik döglött. Igaz? Tehát jobb egy egyszerű szomszéd, aki él és tud neked segíteni, mint egy hatalmas politikus, akiben reménységet vetettem, és közlik az újságok, hogy hát sajnos kiborulott a forgalomból. Ugye itt a katolikusokkal vagyunk mi nagy vitában, mert a katolikusok azt mondják, hogy az egyház egyetemes, és az elköltözött szentek is az egyház részei. Hát ez rendben is van, ezt mi is valljuk. De ők azt mondják, hogy akit ők megkereszteltek, az már semmiképpen nem veszhet el, és ha olyan gonosz ember volt is, mint Al Capone vagy Adolf Hitler, akit ők szintén megkereszteltek, amúgy egyébként, akkor is először a
tisztító tűzbe kerül, és akkor a tisztító tűzben bizonyos ideig ottan purgálódik, ugye purgatóriumnak hívják ezt latinul, tisztul, és amikor kellően tiszta, akkor a mennyben megy. Tehát ők feltételeznek a pokol és a menny között egy ilyen köztes állapotot, ahol a test nélkül ottan purgálódnak a lelkek. Ráadásul, hogyha itt fent a hozzátartozók misét mondatnak az egyházzal, akkor ottan megrövidül az ideje a purgatóriumban ezeknek a lelkeknek. Sőt, hogyha bizonyos az egyház által elrendelt fontos dolgokat tesznek az emberek, akkor búcsút is nyerhetnek, ez azt jelenti, hogy megrövidíthetik a tisztító tűzben eltöltött időt. Tehát például elmennek Búcsú Szent Lászlóra, a Búcsúba, és akkor ott mit tudom én, mit csinálnak, bejárják a Kálváriát, és különböző ilyen dolgokat csinálnak, akkor mit tudom én, 15 ezer évet jóvá írnak nekik a purgatóriumból, sőt, teljes búcsút is kaphatnak, tehát hogy nem kell purgálódniuk, mert ez, amit ők tettek, az ők csináltak, ez ők kiszabadítja őket a purgatóriumból. Hát ez egy nagyon-nagyon súlyos tévtanítás, tehát semmi ilyen nincs, azért szeretnénk egyszer mindenkorra leszögezni, a Biblia semmi ilyet nem tud, semmi ilyenről nem beszél. A purgatórium ez a test, tehát ez a testben való életünk az, ahol annak a bizonyos léleknek gazdagodnia kell, és azt a gazdagságot viheti el. Tehát itt és most, amíg ebben a testben élsz, addig kell purgálódnod. És a tulajdonképpen ez a purgatórium. Itt kell megtisztulnod a testi dolgoktól és szellemivé válnod, és az a folyamat, amíg ezen keresztül mész, annak az eredményeképpen válsz valamilyen né, és ha Krisztusivá válsz, akkor gazdagon adatik néken a bemenetel az Isten országába. Ez az egyik. A másik a különböző szentekhez elmondott imák. És ugye azt mondják, hogy jó, meghalt a szent ember, de biztos, mivel nagyon szent volt, a mennybe ment. Ez ugye ez az első problémánk, hogy mi nem tudjuk eldönteni innen a földről, hogy ki ment a mennybe, és ki nem ment a mennybe. Sok tömeggyilkos tartanak szentnek a katolikus egyháznak. Én egyáltalán arról sem vagyok meggyőződve, hogy egyáltalán üdvösségük van, nem az, hogy a mennyben bármifajta közbenjárói szerepük volna. Ráadásul ezek a szentek, meg boldog címeknek a kiosztása, hát ez nagyon gyakran politikai, meg hatalmi játszmák, meg pénzügyi kérdések voltak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a szentek annyira szentek voltak, mint amennyire az egyház ezt a bizonyítványt róluk kiállította. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy még ha úgy volna is, hogy a mennybe kerültek, vagy a mennybe mentek, és ott vannak, én kívánom nekik, hogy ott legyenek, tehát nincs bennem semmi rossz indulat az irányukba, tőlem nyugodtan lehetnek a mennybe, nem zavarnak, ha Istent nem zavarják, akkor igen se fognak, nyilván. De a probléma az, hogy ők abban az állapotukban, amiben most vannak, még a feltételezzük is, hogy a mennyben vannak, sem nem látnak, sem nem hallanak. Ugye azt szokták mondani erre az én katolikus atyámfia, hogy hát ahogy a testvéremet megkérhetem, hogy járjon közben értem, miért ne kérhetném meg a Szent Antalt is, hogy ugyanezt megtegye, vagy Szűz Máriát is, hogy ugyanezt megtegye. Hiszen hát az egyház egy és osztatatlan, ő is az egyház tagja, te is az egyház tagja, vagy stb. Na erre mondja az írás azt, hogy jobb egy élő ebb, mint egy halott oroszlán. A halott oroszlán nem tehet érted semmit. Akkor menj oda a legkisebbhez az atyád fiai közül, és kérd meg, hogy ő imádkozzon érte, az ő imája sokkal-sokkal többet ér, mint a legszuperebb szupercentnek bármilyen imája, ha el tudná mondani. De egyrészt, ha tud is imádkozni, nincs kapcsolatban vele. Tehát hiába szólingatott te Szent Katalint, vagy nem tudom én kicsodát, Szent Terészt, vagy bárki egyebet, nem hallja. Ez az egyik probléma. A másik probléma, ha hallaná is, maximum azt mondaná, hogy hát ember, hát van neked közbenjárót, ugye így olvasok a Timóteus levélben, hogy egyetlen egy közbenjáró van Isten és az ember között, ez pedig az ember, Krisztus Jézus. Másrészt az is érthetetlen, hogyha viszont a Biblia világosan mondja, hogy Jézus szószólónk, hogy Jézus közbenjárónk, akkor mi a Manuel fohászkodnánk mi avilai Szent Terészhez, mikor Jézushoz is fordulhatunk. Miért kellene a 39. alabárdoshoz fordulni az Isten országába, amikor a főszereplő is meg lehet szólítani? Igaz? Na, akkor ennek fényében olvasunk tovább, mert azt mondja itt, hogy
Ugye a 6. versnél jártunk, mert akárkinek valaki minden élő közé csatlakozik, van reménysége, mert jobb az élő, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meg fognak halni. A halottak pedig semmit se tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé. Mivel, hogy emlékezetük elfelejtetik. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, gerjedezésük, immár elveszett. És többi semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Tehát mi van azzal, ami a nap alatt történik? Nekik semmi részük abban nincsen, nincs semmi dolguk. Nem járnak vissza kísérteni, ugye ez is egy ilyen elterjedt történet, hogy aki gyilkosság áldozata lett, vagy bármi, akkor az visszajár kísérteni. Nem jár vissza kísérteni, gonosz szellemek gyötörhetik azt az embert, akinek a lelkiismerete már úgy is rossz. És akkor ő ugye azt gondolja, az ő Herodes is úgy gondolta, hogy keresztelő János, akit őt lefejezett, ő támad fel a halálból, azért működnek benne ezek az erők. Igaza volt Herodesnek? Nem volt igaza, szó sem volt semmilyenről, de rossz volt a lelkiismerete, amiatt, hogy a keresztelő Jánost ő lefejezte. És egy ilyen kis babonás mesét költött az egész történethez. A rossz lelkiismeretéből. Tehát itt is erről van szó. Ugyanígy nincs reinkarnáció sem, hiszen a Biblia világossá teszi, hogy aki egyszer elment, az többet nem győr vissza. Elvégzett dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána az ítélet. A reinkarnáció tipikus démonikus tanítás. Miért? Ki az, aki testből ki, testből be? A gonosz szellemek, igaz? Tehát azt mondták, hogy hát a Gadarénusban nem lehetünk, akkor legalább disznóban mehessünk. Tehát akik egyik emberből kimennek, és aztán időznek valahol, majd visszatérnek egy másik emberbe, az nem az újjászületésnek, meg a leszületésnek a körforgása, ahogy azt tévesen hiszik, meg állítják, hanem éppen ellenkezőleg, az tulajdonképpen a gonosz szellemek megmaradásának a törvények, a gonosz szellem nem vész el, csak másik testbe költözik. Átalakul. Kivéve, hogyha a mélységbe küldik. Oké. No, tehát ezek fontos részletek, és ugyanakkor azt is látni kell, hogy amikor embereket próbálnak azzal vigasztalni, hogy a mamájuk nézi őket, és a papájuk a mennyből látja, hogy és nagyon büszke, könnyen a szemébe tekint a leszármazottjaira, ezek nagyon szép és kegyes hazugságok, de bibliai értelemben semmi közük nincs a valósághoz. Viszont aki néz és figyel és lát téged és büszke rád, az nem más, mint a te mennyei atyád. És ő valóban büszke, és azt mondja, jól van, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Jó? Tehát ezeket a kegyes, olcsó meséket se vegyük be, hogyha már kicsit járatosabbak vagyunk a Bibliában. Aki elköltözött, az nem jön vissza, és ha elköltözött, ő nem se gonoszra, se jóra, se kedvességre, se semmi másra nem. Elképzelhető-e, hogy van bármiféle kapcsolat az élők és az elköltözöttek között? Most a szentekről beszélünk. Tehát, hogy az Úrban elköltözött testvéred, vagy az Úrban elköltözött felmenőd, vagy bármilyenféle. Dinek kapcsolat biztos, hogy nincsen. És majd kell a következő alkalommal is beszélnünk egy dologról, ez ugye a léleknek az elaludása kérdésköre, mert itt is nagyon sok félreértés van, meg többféle nézet van. Ha van bármifajta kapcsolat, akkor eznek a kapcsolatnak az alapja az, hogy ő is a szellemben van, meg te is a szellemben vagy. Ha ő bármit tud te rólad, azt azért tudja, mert a Szentlélek ismeri, és valamilyen módon ő a Szentlélek közvetítésével valahogy értesül. Például ugye én is ismerek ilyen történeteket, hogy valóban, amikor egy hozzátartozó, egy ember, akit szerettél, akivel összeforrt a lelked, az elköltözik, az nagy fájdalmat okoz az embereknek az életében. És amikor ez megtörténik, akkor sokszor nehezen dolgozzák ezt fel az emberek. És én is sok bizonyságot hallottam, amikor elmondta valaki, hogy egyszer csak érezte, hogy a Szentlélek betölti őt, és látta azt az embert valahol az Úrnál, látta, hogy vidám, látta, hogy boldog, látta, hogy jól megy a sorra, és akkor megnyugodott, és akkor ki tudott lépni a gyászból, és akkor tovább tudta élni az életét, és tovább tudott lépni. De ilyenkor mi történik? Nem az van, hogy a halott bejelentkezik,
Tehát mi történik? Az, hogy a Szentlélek, a vigasztaló jön, és megmutatja neked, hogy ne várjad vissza, meg ne sírjál utána, mert ő neki jobb dolga van, és ha jöhetne, se jönne, azt mondaná, ezt a mágába sincs jönni, de inkább tegyen ide, mert annyival jobb ez a hely, ugye, hogy olvastuk is, hogy sokkal inkább jobb ebből a testből kiköltözni, és az Úrral együtt jönni. Tehát ezek azok a dolgok, ezek azok a történetek, amiket azért fontos tisztába tenni, mert gyakran keresztények között is hallani egyfajta a dolgokat. Nyilván az ember nem törvénykezik, meg megérti, hogyha az ember meg fáj a lelke, meg gyásza van, meg mit tudom én. Tehát ez egy nagyon rossz állapot, és minden együttérzést megérdemel. De ezzel együtt azért tudjátok, hogy aki elment, az nem néz hátra. Nem jár vissza, se jóra, se rosszra. És ha bármit is tud rólad, ez csak a szellemben, a Szentlélekben működik, hogy te kaphatsz a Szentlélektől valami fajta inspirációt ez ügyben ő rólad, lehet, hogy ő is kaphat te rólad, miért ne kaphatna, de így direktben a dolog biztosan nem működik. Tehát, hogyha ő valami annyira foglalkoztatja, hogy mi lehet veled, akkor el tudod képzelni, hogy a Szentlélek vigasztalásába belefér, hogy ő neki is valamit a szellem mutat, hogy nyugodjon meg, vagy mit tudom, hogy nyugodjon békébe. De mondom azt, hogy direktbe kommunál. És én le is beszélnék mindenkit. Tehát vannak olyan dolgok, olyan temetői szokások például, hogy a halott nevében beszélnek az emberekhez. Én nagyon szépen szeretnék kérni mindenkit, aki őszintén féli az Urat, és komolyan gondolja azt, hogy a Biblia szerint akar élni, és mondok, hogy ne tegyen ilyet. És ne is adjon megbízást ilyenekre. Ezek azok a vénasszonyos nyafogások, amikor nem tudom, lehet, hogy ti is voltatok már a vidéki temetésen, amikor előállottan az éneklő, és akkor elmondja, búcsúzom az ányomtól, és a halott nevében beszél az egybegyűltekhez. Jó esetben ez kamu, de vannak olyan esetek, amikor erre bizony egy nagyon gonosz okult erő tud rátelepedni, és akkor az már sokkal rosszabb, meg sokkal több, és nagyon képes az embereket nagyon meg tudja nyomni, meg ugyanúgy tévútra tudja vinni, mint a jövendőmondásnak, meg a jóslásoknak minden félie és fajtája. És ugyanígy, nem ítélek el senki, vannak emberek, akik beszélnek az elhúnyt szerettükhöz, kimennek a sírjukhoz, és akkor ott beszélgetnek, mert ilyenkor nem az van, nem halottat idéznek, hanem egyszerűen még a benne élnek abban a kapcsolatban, és akkor úgy őszintén elmondják azt, hogy nem akarnak megidézni senkit, nem akarnak abban az értelemben kapcsolatot teremteni, csak egyszerűen jól esik hangosan kimondani a gondolatokat, oda képzelni a másik embert, és így tovább. Ez önmagában, tehát nem akarnék ebből én törvényt csinálni, vagy azt se szeretném, ha bárki törvénykezne egy ilyen emberrel. De bizony, amikor valaki kimegy, kötődik, szólingatja, és tényleg valamilyen módon megpróbálja, az már nem az az eset, akkor attól tessék keresztényként, hívő emberként minden ilyentől távol maradni. Ugye a halott idézőkről már nem is szólva. Szóval ezek súlyos bűnök a Bibliában, utálatos bűnök a Bibliában, és minden ilyet hívő embernek, keresztény embernek kerülnie kell. Ha valaki az Úrban halt meg, akkor ő neki most már jobb. És tudomásul kell venni, nyilván az ember átérzi a veszteséget, és kell egy idő, hogy ezt fel tudja dolgozni. Nagyon fontos, hogy a gyásznak egyetlen fázisába se maradjon be, se a tagadásba, se a lázadásba, se az apátiába, hanem tovább tudjon ezeken lépni, hogy minden ember átmegy ezen a három fázison. Az egyik, amikor úgy érzi, hogy álmodik, ez nem is vele történik, ugye ez a tagadásnak a része, amikor próbálna eltolni magától, meg nem történté tenni a dolgot. Aztán van a második, a harag része, amikor a miért pont velem történik, ugye amit itt olvastunk is, hogy hát milyen igazságtalan, hát miért kellene így lennie, és aztán van a harmadik része, az apátia, hogy hát nem tehetünk semmit, és ilyenkor az ember belesüljön az önsajnálatba. Ezeken átmegy mindenki, nagyon fontos, hogy senki ezekben ne ragadjon bele, hanem tovább tudjon lépni, és hívben meg tudjon állni ezekben a dolgokban. És a hívő embernek azt mondja az írás, hogy ne bánkódjatok, mint a bogányok, akiknek nincsen reménység. Ugye a búsulásban, mondja az írás, kegyetlenség van. Tehát amikor valaki vigasztalhatatlan, amikor valaki a gyászt kvázi megidézi, és ha jól esik neki ottan pancsikolni, tapicskolni a gyászba, ez nem jó dolog. Ha valaki elveszett, fájdalom, rettenet, szörnyűség, de tenni úgyse lehet semmit, tehát meg kell próbálni az ügyet lezárni, és amilyen gyorsan lehet túllépni rajta. Ha pedig valaki az Úrban ment el, akkor
meg az, nyilván az ember a veszteséget, a hiányt átérzi. Minél közelebb állt, annál inkább, minél nagyobb szükség volna rá, annál inkább, de ezzel együtt tudni kell, hogy ő neki jobb. Jobb. És néha van olyan, hogy emberek beszorulnak a gyászba, hívők is, és hát ilyenkor nem tudom nekik más mondani, gondold végig, hogyha az elvesztett házastársad most cserélnétek, te mentél volnál, és ő maradna itt, most visszajöhetnél, mit mondanál neki? Nyilván azt mondanám, hogy figyelj ide, jó helyen vagyok, minden rendben van, lépj tovább. Ne velem foglalkozz most már. Az én fejezetem bezárodott, pont van a végén. Lépj tovább, házasodj meg újra, vagy törődj a gyerekekkel, vagy törődj azzal, amiért tehetsz, és ne bánkodj azon, amit nem tehetsz. Ne bénítson le téged az, amiért nem tehetsz semmit úgy sem. Foglalkozz azzal, amiért tehetsz, abba fektesd az energiákat. Tehát ez nyilván nem egy könnyű dolog, és tapintatosnak kell lenni ezekben az ügyekben, de alapvetően ez a bibliai magatartás, meg a biblikus magatartás ezekben a dolgokban, mondom, nem a részvétlenség, meg nem a kegyetlenség, de a hívő ember elment az Úrhoz, jobb neki, mint testben. Ezt olvastuk, hogy az Úrnál lenni jobb, és az Úrnál lenni jobb. És ezért, akik elköltöznek, azoknak jobb. Nagyobb öröm, nagyobb békesség, nagyobb áldás, az Úrnak nagyobb jelenléte, közelsége, öröme van az életükön, semmilyen gyász nincsen, vigasztalódnak, vigasztalják őket, szeretgetik őket, ott nyugszanak Krisztus kebelén, és a rehabilitáció folyik ezerrel. Gyógyulnak az Úr közelségében. De azon a napon, amikor eljön a test feltámadásnak az támadásának az ideje, velünk együtt örvendezzenek az eljövendő világon. És ez akkor legyen az áró mondat, hogy azt is tudni kell, hogy a mi elhívásunk tehát nem erre a világra szól, még csak nem is az 1000 éves királyságra szól, a mi elhívásunk az eljövendő világra szól. Új eget és új földet várunk. Isten újjá fog teremteni mindent, anyagit és szellemit egyaránt, földet és eget egyaránt. Szellemi dimenziókban is teljes változás lesz, új eget és új földet várunk egyaránt, egy egészen másfajta földet fog Isten alkotni, egy egészen másfajta eget fog Isten alkotni, és ezeknek egészen mások lesznek a tulajdonságaik, ezek már nem lesznek alávetve annak, aminek ezek alá vannak vetve, nem is angyaloknak lesznek alávetve, hanem nekünk lesznek. A Biblia azt mondja a Földről, hogy Isten úgy alkotta meg a Földet, hogy nekünk alkotta házul. Minden mi miattunk van. Bár minden, amit Isten alkotott és teremtett, az azért van, hogy az embernek jó legyen. Az emberre nézve alkotott meg mindent. Az eljövendő világot meg Krisztusra nézve alkotta meg minden tekintetben, tudom, az elsőt is már be nem magyarodnék bele, csak hát hogy ő azt tudja, hogy elbukott, tehát az nem tudott megvalósulni. De az eljövendő világot pedig Isten úgy alkotta meg, hogy minden azokért legyen, akik öröklik az eljövendő világot, az őt szeretőkért, az ő kedvükért. Azoknak az embereknek akar Isten isteni módon örökséget adni, akik őt szeretik. Elképzelhetetlen világot alkotott Isten. Ez se rossz. Hát, ha ránézünk el most a világra, ez se hétköznapi, meg se közelíti azt, ami az eljövendő világ. Azt mondja az írás, hogy a régiek még ingyen sem említetnek. Tehát az új égen és az új földön nem fognak nosztalgia, nem lesznek nosztalgia klubok, hogy milyen jó volt Budapesten, emlékeztek. Ezek mind elvésznek, ámulni és bámulni fogunk azon, amit Isten alkotott az őt szeretőknek. Az új ég és az új föld annyival fogja felülmúlni ezt a világot, mint amennyivel Krisztusnak a feltámadása felülmúlja a földi életét. Remélem.